helyszínt az Exponential Transylvania biztosította. Sziasztok! Köszöntelek benneteket az Erdélyi Hang újabb videójában. Ez itt az Erdélyi Hangunk sorozat. A mai meghívottam pedig nem más, mint György Antúria, akit hát nagyon sok szempontból meg tudnánk nevezni, hiszen ugye te fitnesszel is foglalkozol, de emellett azért te nem csak a testet edzed, hanem valamennyire te ilyen, hát hogy is mondjuk, a lélekkel is foglalkozol. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. Köszöntelek, Endre. Kérlek, egy kicsit mesélj akkor erről, hogy hogyan alakult a te pályád. Ugye az Erdélyi Hangoknak az a lényege, hogy bemutassuk az Erdélyben élő különböző személyeknek az életútját, munkásságát, és akkor egy kicsit erről beszélgessünk. Úgyhogy csapjunk is bele a közepébe, hogy te hogyan kezdted ezt a dolgot, vagy hogyan indult el a lélek és a test megmozgatása és gyógyítása iránti szereteted. Hát volt egyszer egy lány, aki szeretett volna egy fitnessklubot alapítani. Nem így történt. Az a helyzet, hogy én egészen más pályán indultam el, és én sem gondoltam 10 évvel ezelőtt, hogy a végén fogok egy fitness termet nyitni, és fitness edző leszek. Úgyhogy mindenképpen izgalmas a Steel Woman története, mert hogy ugye ez a klub. Én Kolozsvárra, amikor egyetemre iratkoztam, akkor nagyon sokat hezitáltam, azért, mert mindig is szerettem volna vagy orvos, vagy nyomozó lenni, úgyhogy ott már nekem a liceumban eldőlt, hogy mindenképpen valami izgalmasabb, valami kreatívabb munkát szeretnék, és végül ugye a régészet lett ebből, és itt az egyetem mellett elkezdtem járni aerobik terembe, és ott találkoztam a Zumba nevű fitness programmal. Ezt a klienseim és a vendégeim már nagyon jól tudják, hogy onnan indult az egész, és akkor így egyre inkább megszerettem a fitnesst, mint edzést, formát, és úgy gondoltam, hogy lehetne ennek egy folytatása, és akkor tudnám az én kreativitásomat, illetve szervezőkészségeimet ötvözni, és akkor így innen jött az edzőterem. A régészettől az edzőteremig egészen hosszú az út. Engem az is érdekelne, hogy te fiatalkorodban sportoltál, sportos voltál, érdekelt a sport, illetve hogyha ez volt mondjuk a fő hobbid, akkor hogyan került oda a régészet? A történelem milyen szerepet töltött be az életedben? Nem sportoltam. Én akkor kezdtem el sportolni, amikor az előbb említettem, hogy elkezdtem járni zumba órákra. Tehát egészen addig én nem sokat érdeklődtem a sportolás és mozgás iránt. Sőt, én is olyan ember voltam, aki 2 hét után abba hagyja. Tudom, én a liceumban szaladtunk a liceum körül, mert hogy ugye intris voltam. De körülbelül annyi volt az egész. Úgyhogy végül azért lett történelem, mert érdeklődöm most is a történelem iránt, tehát ez engem érdekel, de az biztos, hogy jobban megtaláltam magamat ebben a munkában, mert ez sokkal komplexebb, tudod, összetettebb. Uh-huh. Nem ez, te is tudod, hogy egy vállalkozás nem 8 órás munka, hanem ez 24 órás hogyne munka. Persze. És akkor ez így. És honnan jött a vállalkozás? Mert a sportot azt akkor így nagyjából ugye a zumba iránti érdeklődés, a régészetet azt ugye, azt akkor úgy értjük, de a másik az, hogy honnan jött a vállalkozó, mert hogy ez megint nem fér bele, vagy szerintem nem fér annyira bele a képbe. Igen, mert akár maradhattam volna olyan zumba oktató, aki kibérel egy termet és tartja az órákat, mert ugye így kezdtem az egészet. De kezdtük már kinőni azt a termet, ahol voltunk, és egyre inkább úgy gondoltam, hogy jó lenne egy nagyobb terembe költözni. És akkor egyik hozta a másikat. Jöttek az ötletek, hogy még milyen edzést tudnék hozni a lányoknak. Még én mivel szeretnék foglalkozni, jobban el szeretnék mélyülni mondjuk ebben. Mert ugye mondtam, hogy orvos is szerettem volna lenni. Vagy nyomozó. Vagy nyomozó. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha belevetem ebbe jobban magam, akkor akár még többet is tudnék adni a lányoknak, mint egy szimpla edzés. Hogy kezdődött el igazából ennek a vállalkozásnak? Ugye egyre többen lettetek, de hogy amikor elkezdtél, mint mondjuk azt, hogy magánvállalkozó, vagy mint edző, edzéseket tartani, zumbaórákat tartani,
hogyan találtak meg téged a kliensek? Hogyan kezdtél el velük együtt dolgozni? Ugye a régészeten ott annyira nem beszélnek, azt hiszem, az emberi testről, arról, hogy hogyan kell azt edzeni. Ez meg egy nagyon fontos dolog edzőként. Ezt te hogy tanultad meg? Így van. Nos, az az igazság, hogy ez egy nagyon lépésről lépésre történt sztori, mert én elmentem Krétára dolgozni, mint sportanimátor egy hotelbe, és ott is gyűjtöttem a tapasztalatokat, mert amúgy ugye ott is zumbát tartottam a vendégeknek többek között, meg egyéb mozgásformákat, és amikor visszajöttem, arra gondoltam, hogy milyen lenne, ha keretet adnék ennek az egésznek, és kell egy olyan rendszer, amiben bele tudom foglalni ezt az egész programot, amit én tudnék nyújtani. És akkor ugye innen jött a vállalkozás ötlete. A klienseket úgy találtam meg, hogy kitettem plakátokat sulikba. Tehát tényleg 10 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem az egész csoportos edzést, akkor nem volt még annyira a Facebook ennyire népszerű, nem lehetett az embereket megtalálni az információkkal, hanem még működött ez a plakát sztori. Hogyan kell elképzelni egy edzőteremnek a működtetését? Ugye nagyon sokan azt gondolhatjuk, hogy ez abból áll, hogy igazándiból végig csak az embereket nézel, hogy edzenek, lehetőleg valamilyen nasikat, amik egészségesek és proteinben dúsak, azokat ilyen automatákba beadagolod, és akkor azokat meg lehet vásárolni, és amúgy buli az élet. Emellett milyen kihívásokkal szembesülsz? Hát ezt nagyon jól elmondtad egyébként. Pontosan így néz ki, és ha be is jössz egy terembe, vagy akár a mi termünkbe is bejönnél, akkor ezt is éreznéd. És ez is a cél, hogy ezt a hangulatot meg tudjam teremteni. A háttérben, hogy mi van, az tulajdonképpen nem is tartozik a klienseimre. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy nem is szoktam én mutatni feléjük azt, hogy én most tesztes vagyok, vagy sem, de nem is nehéz ezt megcsinálnom, mert én is feloldódom velük. A háttérben nagyon sok az adminisztratív munka, és mondjuk azt, hogy a karbantartói munka, mert sokszor nevetjük a lányokkal, hogy a neoncsövek folyamatosan égnek ki, és mindig kell valamit szerelni. Most például elromlott a kilincs a fürdőben, tehát mindig követni kell ezeket, meg be kell szerezni a különböző fogyócikkeket, illetve az adminisztratív része az, ami számomra sokkal macerásabb, követni a számokat, a táblázatokat, a könyvelőnek leadni a papírokat időben, trimeszterenként leadni a különböző jelentéseket, tudod? Tehát inkább ez az, ami nehezebb, illetve összefogni az egészet nagyon stresszes tud lenni, mert mivel sok mindennel foglalkozunk, és sok mindent is kell átlássak, az számomra néha nagyon sok és telít. És én ezt mind vállalom azért, hogy végül is tudjam azt csinálni, amit szeretek, ugye? Mert szeretek a lányokkal foglalkozni, szeretek velük lenni, de néha nagyon fel tud gyűlni ez a fajta stressz, úgyhogy én azt még mai napig tanulom, hogy hogyan kezeljem. Hogyan kell elképzelni ezt a fajta vállalkozást? Mennyire telített szerinted a kolozsvári piac? Ugye azért ez egy nishez szól, ez elsősorban inkább ugye nőket céloz meg, de a nők járhatnak akármilyen edzőterembe, máshol is vannak azért zumba oktatók, zumba edzések, azért elég sok edzőterem van Kolozsváron, mindegyik más-más dolgokba próbál kitűnni. Mekkora a verseny, vagy te ezt hogy érzed? Hát érdekes ugye, hogy a zumbát említed. Tény, hogy a zumbától indult az egész, de ma már nagyon sokfajta edzést tartunk, sőt, igyekeztem, és pontosan ezzel is akartam kitűnni, hogy igyekeztem olyan programokat hozni, amik nem feltétlenül vannak a többi teremben. Mert például ott van a Hot Iron nevű edzésprogram, az sehol máshol nincs, nemhogy Kolozsváron, hanem amúgy Romániában is, talán Udvarhelyen van még csak. Én ezt Magyarországon tanultam, és azért is próbáltam olyat keresni, ami legyen újdonság Kolozsváron. Ugyanakkor ott van a Strong Nation, az is egy olyan edzésprogram, ami nincs meg nincs minden teremben, tudod? Mi csoportos edzéseket és személyedzéseket is tartunk, és hogy ezzel kitűnni csak úgy tudok, hogyha megpróbálom a lehető legjobban átadni azt, amit én szeretnék a lányoknak, és próbálok minél inkább személyre szabottan dolgozni velük. Meg szerintem a hangulat nálunk az nagyon barátságos, hogyha én anno ugyanilyen hangulatú edzőterembe mentem volna be, akkor akár az integrálódás Kolozsvárra is elsőéves egyetemistaként sokkal könnyebb lett volna.
Uh-huh. Ez is volt az elképzelés, hogy legyen egy olyan hely, ahova szívesen jössz vissza, uh-huh. és ahol fogadnak, tudod? Mennyire vannak fiatalok túlnyomó részt nálatok az edzőteremben, és mennyire, vagy milyen arányban vannak körülbelül, hát, hogy mondjam, felnőtt nők, anyukák, idősebbek? Mondhatom azt, hogy fele-fele arányban. Még három évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy 70%-ban egyetemistáink vannak, de ez most már változott, úgyhogy azt mondanám, hogy olyan fele-fele arányban vannak anyukák, és fiatalabb dolgozólányok, egyetemisták talán 20%-ban. Uh-huh. És hogyan tudod te megcsinálni azt, hogy egy profitábilis vállalkozásra alakuljon ez az edzőterem, hiszen azért ne felejtsük el, hogy mondjuk ott volt a 2020-as év, amikor mindent be kellett zárni, ott volt a 2021-es év, aminek az első fele azért még eléggé nehezen indult, vagy mondhatjuk azt, hogy akkor még azért nem jöttek olyan nagyon nagy áttörések, és ez azért 2022-nek mondjuk a tavaszáig kitartott, hogy voltak néha egy kicsit gyengítették, vagy hogy is mondjam, elengedtek a korlátozásokból, vagy nem voltak azok már olyan szigorúak, és volt olyan, hogy megszigorították őket. És aztán, amikor meg már nagyjából úgy tűnt, hogy na akkor most ebből ki tudunk lassan lábalni, akkor meg ott volt a háború, ennek lettek gazdasági vonzatai, tehát hogy az elmúlt, mit mondjak, három év, szerintem mondhatjuk olyan 2019 végétől, 2020 elejétől, azért nem ment olyan nagyon egyszerűen, és most itt vagyunk 2023 elején, amikor nem lehet tudni, hogy ebbe az évben mire számítson az ember, mennyit tegyen félre, mire kölcsön, stb. És ilyenkor azt hiszem, hogy nagyon sokan mondjuk pont az edzőteremből vágnak le, vagy pont ott lesznek árérzékenyek. Gondolom én, de hát... De amúgy ezt nagyon jól összefoglaltad, mert pontosan így történt, ahogy elmondtad. Ott volt a 2019-es év, akkor kezdtünk el virágozni. 2016-ban nyitottam a termet. Tudod, úgy három évre rá kezdett végre úgy révbe érni, legalábbis úgy láttam, hogy na, stabilizálódni fogunk. És akkor nagyon pozitívan fogtam neki a 2020-nak, még elmentünk március 8-azni a lányokkal, stb. És akkor jött ugye a covidos krízis. Uh-huh. Úgyhogy azt a covidos tavaszt, a tavalyi év tavaszáig lábaltam ki körülbelül. Sőt, a tavalyi év az egy eléggé fontos év volt ilyen szempontból, mert egész végig azon gondolkodtam, hogy megírja ezt csinálnom. Tehát ennyire sokáig kihúzódott az a covidos év, hogy egész tavalyig én még kétségben voltam. Úgyhogy nagyon nehéz volt ez az utóbbi két év. És én most pozitívabb vagyok, úgy látom, hogy stabilizálódott a klientúránk most már, uh-huh. és amúgy az nagyon jó szempont volt, amit mondtál, hogy az edzőterem az, amit levágsz, hogyha látod, hogy már nincs pénzed mindenre, amire szeretnél. Holott ez egy olyan szolgáltatás, ami azért fontos kellene legyen, főleg egy nagy városban, mindenki számára. De főleg mentálisan volt nehéz a tavalyi év, mert mégiscsak egy csomó munkám van benne, mégse szívesen válnék el ettől, tudod, de most már pozitívabb vagyok, úgyhogy jelenleg... Sikerült visszavinni pozitív irányba mondjuk a számviteli részét a történetnek? Most már úgy azt kell mondjam, hogy igen, de még csak most kezdtem ezt így magabiztosan uh-huh. kijelenteni, hogy elkezdődött az új év, a tavalyi év végére is már úgy éreztem, hogy ez a kollektív stressz is egy picit oldódik, mert akárhogy is nagyon hamar egymás után következtek ezek az események is, és hatással van ránk a háború és a járvány is, úgyhogy tény, hogy nem lehet tudni, hogy mire számíthatunk ebben az évben, sőt a jövőben sem, úgyhogy uh-huh. én azt mondom, hogy mindent lépésről lépésre veszek, és amíg egy olyan társaságom van, akire számíthatok, gondolok most az edzőimre, addig én is sokkal biztonságosabban érzem magam. Hogyan kell elképzelni mondjuk azokat a személyeket, vagy mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk jelentkezzen nálatok edzésre, elkezdjen mondjuk sportolni? Ugye ez még egy nagyon nagy fejtörés az embereknek, hogy elkezdeni ezt a dolgot, ez nagyon nehéz. Vagy nagyon sokan elkezdik, aztán mondjuk egy-két hónapig űzik, aztán belefáradnak, megunják. Nem látják a fejlődést, nincsen idejük rá, nincsen hangulatuk hozzá, nagyon sok tényező lehet. Te hogyan látod ezt? Szerinted mi a sikertitka? És akkor most nézzük csak ezt női szemmel, hogy nőként hogyan tudsz eljárni edzeni, hogyan tudsz erre mondjuk időt szakítani?
Ez attól függ, hogy van-e családod. Elsősorban már, hogyha van egy gyereked, akkor újra kell szervezned az egészet. Mert akkor már nem lesz olyan egyszerű eljutni, még hogyha ha egy zsúfolt programod van, akkor sem. Az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy mondjuk lehet többfajta kategóriát említeni ebben a kérdésben, de talán kettő az, ami kiviláglik. Az egyik az, amikor valaki mondjuk szeret mozogni, és eleljárogat, de vannak ilyen kéthetes, esetleg egy hónapos szünetei. De úgy vissza-vissza tér, mondjuk. Tudod, de nem jellemző az, hogy mondjuk végig tolja az egész évet. Uh-huh. Ott van a másik kategória, aki viszont képes arra, hogy mondjuk esőben is, meleg 40 fokban is mondjuk eljöjjön, és úgy szervezi a programját, hogy az beleférjen. Hidd el, hogy a többi csak kifogás. Tehát uh-huh. ezt én már látom, saját magamon is tapasztalom, és hogyha el szeretné jutni, el fogsz jutni. Ez pontosan ugyanolyan, hogyha valakivel akarsz találkozni, biztos fogsz találkozni. Úgyhogy az, hogy mennyire születik meg valakiben az igény és a késztetés, az sok mindenen múlik. Az, hogy mennyi idő, amíg eljut mondjuk egy edzőterembe, milyen ott a hangulat, árban is talán számít, de szerintem az az utolsó szempont, mert manapság azért nagy részt ugyanazokon az árakon lehet végleteket váltani, uh-huh. szóval az annyira nem fontos. A társaság az, ami nagyon vonzó tud lenni. Szerinted ez könnyebb, hogyha mondjuk egy lány csapat, vagy barátnők, vagy anyuka barátnők járnak el együtt edzeni, és akkor ez nem egy egyedülálló program lesz, hanem mondjuk ez egy lehetőség arra, hogy beszélgessenek, találkozzanak, tehát ez egy csoportos, baráti program. Igen, abszolút egy ilyen szociális esemény is lehet. Van, akinek csak mondjuk arra van késztetése, hogy elmenjen edzeni, meg legyen az a bizonyos impulzus, elmegy, kész, de van, aki szeret még beszélgetni, uh-huh. és jó is találkozni. Akárhogy is igényünk van arra, hogy találkozzunk egymással és beszélgessünk. Úgyhogy fontosak az emberi kapcsolatok. Te mennyire látod fontosak, vagy mennyire fektetsz arra hangsúlyt, hogy te egy közösséget alakítsál ki ebből a Steel Womanből, hogy akik oda járnak, akár csoportos barátitárságok, akár úgy, hogy egyedül elmegy valaki edzeni, azokat megismerjék egymás, barátok legyenek, nem tudom, egy közösségi alakuljon az egész. Hát ez 100%-ban fontos, 100%-ban hangsúlyt fektetek erre. Uh-huh. Tehát ez is volt a koncepció egyik alapja, hogy legyen egy olyan hely, ahova barátként jöhetsz be, számíthatsz ránk, ott vagyunk, azért is szoktunk szervezni különböző eseményeket, meg táborokat, mert van egy olyan közösség, akivel lehet menni. Ugye azt mondtad, hogy a 2022-es év a számodra egy nagyon fontos év volt, nagyon meghatározó volt sok szempontból. Kicsit kérlek, mesélj erről, mit tanultál, miben fejlődtél, mi volt az, ami különlegessé tette neked a tavalyi évet? Hát elsősorban megtanultam azt, hogy mi a helyzet az energiával és az idővel, hogy nagyon sokszor csak az időt néztem, hogy minél több időt nyerjek, és arra gondoltam, hogy ha több időm lenne, akkor meg tudnám megcsinálni ezt is, azt is, amazt is, de rájöttem, hogy én nincs hozzá energiám. Uh-huh. Tehát vannak olyan dolgok, és vannak olyan napok, akár hetek is, hogy lenne időm valamire, de nincsen energiám, nincsen mentális energiám hozzá. És akkor azt kell kezelésbe vegyem egyszer, tehát elsősorban arra kell vigyázzak, hogy mentálisan legyen energiám valamire, mert sokkal hatékonyabban dolgozom akkor. Tehát most már sokkal jobban el tudom dönteni, hogy mi az, ami most fontos, mi az, ami kevésbé fontos, és bár első körben mindig az van, hogy zsúfolom magamat, de utána így kell 5 perc is rájövök, hogy nem, még egyszer nem csinálom azt az álmokfutást, amit tavaly. Mert amúgy pont a tegnap este olvastam, pont gondolkodtam az elmúlt éveken, ugye készültem ide, és olvastam a naplomban, és nevettem azon, hogy milyen napjaim voltak tavaly, uh-huh. hogy így percről percre ki volt minden számítva, és néztem, hogy hol volt az én eszem, hogy ennyi mindent egy napra besűrítettem. És a végén aztán úgy éreztem, hogy tényleg ki vagyok facsarva, és semmihez semmi kedvem. Úgyhogy nem szeretném nem szeretnék idén is eljutni ugyanarra a pontra. Úgyhogy az határozottan egy ilyen tanulságos tapasztalat volt. Azt hiszem, hogy a stresszkezelésben lettem jobb, uh-huh, szintén uh-huh. ebből kifolyólag tavaly, mert egy adott ponton, amikor eljutsz odáig, hogy el kell döntsd, hogy az életed munkáját ugye befejezed, új lapot kezdesz, vagy sem,
ott határozottan el kell gondolkodni azon, hogy egyáltalán hogyan jutottam el ide, és hogy miért érdemes folytatni. Úgyhogy miután feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy miért érdemes folytassam, arra gondoltam, és arra jöttem rá, hogy nem azt a részét kell nézni, amit nem szeretek, hanem azt a részét arra kell amit koncentráljak, szeretsz, amit szeretek. Uh-huh. És sokkal többször eszembe jut azóta is ez, hogy én miért csinálom, mert addig hajlamos voltam, amíg ugye futottam, és nem volt időm átgondolni azt, hogy én amúgy miért szeretem ezt a munkát, hogy élvezem, hogy én osztom be az időmet, kreatívabb lehetek, én határozom meg, hogy milyen programokat szervezünk, meg jó is a lányokkal dolgozni. Tehát erre kell emlékeztessem mindig magam, és akkor könnyebb megcsinálni ugye a kényelmetlenebb részét. Márpedig az jönni fog még, tehát tudom, hogy ezzel még nem zárult le, mindig lesznek ilyen dolgok, de már sokkal barátságosabban állok hozzá, tudod, amikor jön egy-egy ilyen hullám. Milyen trendekre figyelsz? Mi az, ami szerinted 2023-ban benned, ugye ez leszámítva, meg fog újulni, illetve a vállalkozásodba be szeretnéd vezetni, mint újdonság? A vállalkozásomban egyelőre új eszközök azok, amik esetleg ott vannak a listámon, amiket még szeretnék megvenni a terembe, illetve eseményeket szervezni, például tábor, vagy szoktunk masterclasseket, ilyen speckó fitness masterclasseket szervezni, és azok nagyon jók szoktak lenni. Ugyanakkor egyéb trendek, amiket be tudnék hozni, egyébként nem különösebben vannak, mert azok az edzésformák, amiket mi elhoztunk, szerintem nagyon jók, és ezek folyamatosan újulnak. Tehát szerintem nem lehet megunni azokat az edzésprogramokat, amiket mi tartunk a lányoknak. No, hát ez egy nagyon szuper lehetőség azoknak, akik el szeretnének kezdeni mozogni. Neked meg egy nagyon jó lehetőség arra, hogy újabb embereket ismerj meg, hiszen ez megint egy fontos dolog, hogy azáltal, hogy mondjuk az emberekkel személyesebb a kapcsolatod, így mondjuk szívesebben szerintem eljönnek edzeni. Így van. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyugodtan keressétek az online térbe is, meg az offline térbe is Antóniát, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit betekintést nyerhettünk ebbe az edzésvilágba, illetve a női edzésvilágába. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked az elkövetkezendő évhez, illetve az elkövetkezendő munkáidhoz. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk majd az erdélyi hangos közegbe. Nektek pedig azt tudom tanácsolni, hogy mindenképpen fogjatok neki edzeni, hiszen nagyon fontos. És emellett természetesen azt, hogy iratkozzatok fel az Erdélyi Hangnak a YouTube csatornájára, kövessetek minket Instagramon, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!